Ismét elérkezett a nagy boldogasszony búcsú ideje, voltak éppen milyen ünnep is ez? Tulajdonképpen a legnagyobb Mária ünnep. Nagy boldogasszony ünnepe, hagyományos magyar névvel illetjük, nagy boldogasszony névvel az ősi hagyományos elnevezés még Szent István királyunk korából származik, amikor a magyarság fölvette a kereszténységet. Tulajdonképpen a keresztény hitvilág nem volt idegen a kultúránktól. Nyilván egy váltás volt, de az akkori gondolkodásmódban, az akkori hitvilágban, hogy jobban megértsék az emberek, ezt a nagyboldogasszony elnevezés született meg. Mária mennybevétele azt jelenti, hogy tulajdonképpen Máriát az élete végén egy nagy dicsőség érte, hogy is végződött az ő élete, testestől, lelkestől Isten felvette őt a mennybe. Amikor Máriáról beszélünk, akkor néha előfordulhat, hogy valaki zavarba jön. Tehát hogy lehet Máriáról ilyen különleges dolgokat állítani? Hogy lehet a katolikus hitvilágban ez a sokféle Mária ünnep nem homályosítja ezzel Jézusnak a fényét? Jézusnak a jelentőségét? Pont ellenkezőleg, hogyha elvennénk a kellő tiszteletet Máriától, hogyha azokat az ünnepeket, azokat a hagyományokat nem őriznénk meg, amit ápol a keresztény hagyomány az apostolok korától fogva, akkor valójában Jézust értékét csökkentenénk. Tehát mi Máriát tiszteljük, Jézus Isten emberségében imádjuk, mint az igaz Istent, és nyilvánvaló, hogy Mária, aki magát Jézust, magát Istent adta a világnak, logikus is, hogy különleges kegyelmekben részesüljön. De ugyanakkor ezek a különleges kegyelmek nem azt jelentik, hogy ők teljesen távol áll tőlünk, hogy ő a különleges kegyelmei révén aztán már nem is lehet példakép számunkra, mert példakép is számunkra Mária. Tehát egy közbenjárását is kérjük, és a példaképünk is olyas valaki, aki nagyon egyszerű körülmények között a maga teljességében igent mondott Istennek, és ez bátran megtette. Akárki akármit is szólt mellette, ő Istennek igent mondott, és ennek a következményeit is viselte, és utána pedig az ajándékait is megkapta ezért. Soroksáron ugye a nagy boldogasszony templom emlékezik meg erről a évfordulóról és Máriáról, nagy boldogasszonyról. Itt a helyi specialitások vajon micsodák? Itt tulajdonképpen most az ünnepünk nyár közepére esik, tehát a viszonylag olyan időszakra, amikor nyilván sokan azért nyaralnak, sokan elutaznak. Ez egy speciális helyzetet teremt. Ilyenkor nagyon nagy plébániai egyházközségi rendezvény sorozatot nem építünk fel. Ugyanakkor van egy jelentős eseményünk, a Nagy Boldogasszony koncert, amit hagyományosan a Soroksárer Muzikanten együttes ad elő a szentmise után a téren. Ehhez az időt is biztosítani kell. Most, mikor beszélgetünk, éppen még esik az eső, reméljük, hogy ez változik. Igen, esik az eső. Úgy látszik, ez egy ilyen év. Tudjuk, hogy sok mindenkinek az életében jelentős változásokat vagy jelentős fordulatokat hozott ez az év. Én azt gondolom, hogy most, amikor könnyen lehet, hogy elmarad a koncert is egyébként, nyilván ezt sajnáljuk, és ez nyilván baj. De mindig, amikor ilyen leállásokat tapasztalunk, vagy valami elmarad, az egyúttal el is gondolkoztat bennünket, miért van ez a leállás az életünkben? Most nem csak ez az egy koncert, hanem az egész évre, hogyha tekintek, akkor el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, hogy egy-egy leállás, egy-egy megállás, ami kényszerűségből jön, az mire indít bennünket? Mi az, amit esetleg jobban kell csinálnunk, amit el kell mélyítenünk. Nyilván az a keresztény szempontból az a leállásoknak, a megállásoknak az értelme, hogy az, amit csinálunk, azt utána mélyebben, elmélyültebben, elkötelezettebben csináljuk. Ennyire egyszerű.
lelkipásztorként mit tapasztalt, hogy a veszélyhelyzet idejének felfordult világa, a mindenféle kihívások, stressz helyzetek az embereknek, hogy oldódtak fel, illetve oldódnak fel. Jól lehet, a veszélyhelyzet nem múlt el, csak csökkent. Igen. Nagyon különbözőképpen állt hozzá mindenki. Úgy gondolom, hogy alkatához mérten is, szituációhoz, helyzetéhez, munkakörülményehez mérten is nagyon sokféle képpen álltak hozzá az emberek. Azért nagyon sok embernél, nagyon sok hívő embernél tapasztalom azt, hogy ezt mondják, hogy egyházi vezetők is, hogy ugyanúgy ne folytassuk. Valamiben kezdjünk újat, valamiben egy kicsit mélyüljünk el, nézzük át, hogy mi az, amiben másképp kell esetleg csinálnunk, hogy másképp kell dolgokhoz viszonyulnunk. Tehát meg lehet ennek a pozitív hozadéka is. Nyilván egy ilyen leállás sok negatív következményekkel is jár, azokat pedig kezelnünk, segítenünk, orvosolnunk kell lelki téren is. Még annyit mondanék el a búcsúval kapcsolatban, a búcsú szó egyáltalán, hogy ez hogy is jön ide, nem tudom, a búcsúi céllövészet jutott el talán mindenkinek eszébe róla, vagy esetleg az, hogy történelmi példákon át, hogy mi is ez a búcsú, ez nem valami régmúltba vesző dolog, aminek nem is tudjuk mi a pontosan az értelme. A búcsú, hogy nagyon egyszerűen érthetővé tegyem, valamiképpen az egyház kegyelem tárában arról szól, hogy búcsú a bűnöktől. Tehát, hogy valamiképpen a bűnbánattal van összefüggésben, méghozzá ilyenkor teljes búcsú nyerhető a templom meglátogatásakor, szentáldozás, szentgyónás vételével, illetve az alapvető célja a búcsúnak a megtérésre való segítés. Tehát a búcsúnak van egy alapfeltétele, amellett, hogy elnyerhető a búcsú akkor, hogyha egy bizonyos cselekményt elvégzünk, egy bizonyos imát elvégzünk, de a lényege az, hogy a megtérés szándékával, és ez az, ami előre segíti a közösséget, és ezért igazán jelentős ünnep a búcsú. Kedves testvérek, amikor Mária életútját szemléljük, egy olyan életutat szemlélünk, ami minden egyes eseményével, pillanatával, különleges kegyelmével vagy csodájával Jézus küldetését erősíti meg, Jézus istenségét emeli ki. Gondolhatnánk, hogy könnyű volt Máriának kimondani ezt az igent. Hát könnyű volt az életében is megtennie azokat a lépéseket Isten felé, amiket megtett. Különösen azt gondolom, hogy így gondolkodunk azokról a szentekről is, vagy azokról a példaképekről, akik viszonylag régebben, vagy minél régebben éltek, annál jobban így gondolkodunk róluk. Hát valami miatt könnyű volt nekik abban a korban, úgyis szegényebbek voltak, úgyis másképp gondolkodtak. Hát persze igent mondott Istennek, igent mondott a nehézségekre, sok minden nehézséget átélt, és aztán Isten megdicsőítette őt. Vajon abban a korban az embereknek nem kellett küzdeni, kapaszkodni a létért, a megélhetésért? Nem voltak elképzeléseik a karrierről? Egy lánynak, egy házasság előtt álló lánynak nem voltak elképzelései a könnyebb életről? Bizonyára, hogy voltak. Sőt, talán jobban át tudjuk ezt érezni most, amikor ebben az évben kicsit, vagy esetleg egy kicsit jobban megérintett bennünket is a bizonytalanságoknak a szele, a létbizonytalanságnak esetleg kisebb-nagyobb hullámai. Hát abban a korban ez még inkább így volt.